A zene mindenkié, így szól a híres könyv cím és idézet, amely Kodály Zoltán zenetudós, zeneoktató talán egyik legismertebb mondata. Napjaink egyik égető kérdése, hogy hogyan lehet az élő zenét és főleg az éneklést közelebb hozni a hétköznapi emberekhez. Ennek érdekében indított új kutatási projektet a Magyar Zeneakadémia Kodály Intézete. A projekt segítségével új módszereket kerestek, amivel a Kodály módszer hatékonyabb lehet és könnyebben beilleszthető napjaink zeneoktatásába. Tapasztaljuk azt, hogy az éneklést az elmúlt évtizedekben egyre inkább felváltja a zene hallgatás. Nyilván a technológiai eszközök, a különböző audiovizuális eszközök, meg tehát a felvételek, a lemezipar fejlődésével, a fejlődése magával hozta azt, hogy az emberek nagyon sok hallgatnak zenét, de az aktivitás, az aktív zenélés az úgymond passzív zenehallgatássá vált. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, amellyel az éneklés vonzó lehet az iskolai körülmények között. A most zárult kutatási programunk egyik nagyon fontos eleme a kreatív éneklés, illetve a kreatív játékokkal kísért éneklés. Most, ha ez úgy ezt megvilágítsam, egy példát szeretnék hozni. A gyerekek, amikor játszanak, kisgyerekek, akkor nagyon spontán elkezdenek énekelni játék közben. Ez egy olyan reakció, illetve a játéknak és az éneklésnek, a gügyögésnek, a hangnak az együttese, ez egy olyan ősi dolog, amelyet minden gyereknél tapasztalhatunk. Ami arra késztetett minket, hogy megpróbáljuk ezt a valahol nagyon természetes dolgot behozni az osztályterembe, az éneklés mellé játékokat találunk ki. Olyan mozgásos játékokat, amelyek a zene ritmusát, a zene lüktetését, metrikus lüktetését lekövetik. A mozgás éneklés közben felszabadítja a gyerekeket, és azok, akik gátlásosak az éneklés közben, azok a játék örömétől, a mozgás felszabadító ereje által jobban bekapcsolódnak az éneklésbe. A kutatások azt is megmutatták, hogy a játék mint zeneoktatási módszer nem csak a gyerekeknél, de a felnőtteknél, sőt még a tinédzsereknél is hatékony eszköz. Kodály Zoltán világszerte elismert felfedezése, hogy a zeneoktatás és a zenélés élményként kell együtt éljen az emberrel. A módszertant az, hogy hogy kell zenét tanítani, azt a legkönnyebb megtanulni. Van egy protokollja a tanulás folyamatának, és ha valaki ezt elméletben tudja, és sokszor kipróbálja, az gyakorlatban meg tudja valósítani. Amit nem lehet tanítani, vagy nagyon nehéz tanítani, az az a plusz, amitől egy énekóra élményszerűvé válik, hogy ott nem csak egy tananyag közlése van, hanem olyan maradandó élmények, amelyek aztán kiadnak az ember életére. Nem szeretek a régmúltból hozni példákat, de hát már én sem vagyok fiatal, és tudom, hogy azoknak az osztálytársaimnak, akikkel együtt jártam mondjuk gimnáziumban, milyen sokat jelentett az énektagozat. És közülük egy-ketten mentünk zenei pályára, de a mérnök, az orvos, az ügyvéd, a tanár, akikkel összejövünk 5 évente egy-egy osztálytalálkozóra, mindegyik ugyanúgy emlékszik a negyedéves osztály koncertek anyagára, és még mindig kívülről fújjuk, és 4 szólamban énekelünk. Tehát ez egy olyan dolog, amit nem lehet elfelejteni, és az ember ezt magával viszi élete során. Azt szeretnénk látni, hogy ezek az éneklő közösségek az iskolákban működjenek.
És ne az énekzeneóra, ne zenetörténetóra legyen, meg ne zeneelméletóra, meg ilyen művészettörténetbe beágyazott valami, hanem zenélés. Na most nyilván a fiatalokat manapság nagyon sokféle zene érdekel, és szerintem ideje lenne annak, hogy a sok színű zenei világ, ami körülvesz minket, ebből minél több bekerüljön az iskolai tananyagba, hogy a fiatalok el tudjanak igazodni ebbe a zenei sokszínűségben, és tanítsuk meg őket ennek a sokszínű zenei világnak az értékeit megtalálni. De ez csak akkor lehetséges, ha a fiatalok zenélnek. Kodály Zoltán munkásságával válaszokat adott az őt körülvevő társadalmi és kulturális környezetre. Emellett pedig vallotta, hogy a minőségi zenének kell teret kapnia a zeneoktatásban műfajtól függetlenül. Ha ebből indulunk ki, tehát abból, hogy Kodály válaszokat adott saját korának társadalmi és kulturális környezetére, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar zeneoktatás akkor tud tovább virágozni, ha mi is képesek vagyunk mindig az aktuális, kulturális környezethez igazítani az iskolai tananyagot, mindazt, amit az iskolában tanítunk. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a zenei sokszínűséget, amelyről beszélek. És itt nem csak arról beszélek, hogy klasszikus meg pop, mert ez nagyon leegyszerűsíti a dolgot. Ennél sokkal színesebb ez a világ. Ha csak arra gondolok, hogy világi zene, egyházi zene, a magyar népzene, a Magyarországon élő különböző népcsoportoknak a zenéje, a különböző zenei műfajok, a világzene, a jazz, ezeknek a fúziói, az alkalmazott zene, a filmzene, a reklámzene, tehát ez egy végeláthatatlan sokszínű világ, amiben jó lenne, ha tájékozódnának a fiatalok. Mikor tudnak tájékozódni, ha a tanárok maguk tájékozottak? A Magyar Zeneakadémia Kodály Intézete folyamatosan kutatja, miként lehetne az oktatásba újabb modern elemek segítségével beépíteni a Kodály módszert. Szerencsére úgy tűnik, az 1900-as évek első felében alkotó zenetudós Kodály Zoltán módszere és hitvallása a zenéről napjainkban is kiválóan megállja a helyét.